Sziasztok! A mai napon az a nagy megtiszteltetés ért engem, hogy életem egyik nagyon fontos részéről a Münisztrán szolgálatról mesélhetek nektek. Osztom meg veletek azokat a történeteket és gondolatokat, amelyek a mai nap szentjéhez, Szávió Szent Domonkoshoz kapcsolódnak az én életemben. Ki is volt Szávió Szent Domonkos? Don Boscónak az egyik fiatal tanítványa, aki az oltári szentséget nagyon-nagyon szerette és tisztelte. Abban az időben, 1800-as években az volt a szokás, hogy a fiatalok 12-14 évesen járhattak első szent áldozáshoz. De Szávió Domonkos már annyira szerette az urat, és annyira szeretett volna vele egyesülni, hogy a plébános engedélyével 7 évesen járult első szent áldozáshoz. Ezzel példát adva nekünk, hogy mi is még inkább szeressük az Úristent, és még inkább törekedjünk arra, minél többször és minél gyakrabban járuljunk szent áldozáshoz. Visszatérve minisztráns életutamra, hol is kezdődött? Kiskoromtól kezdve szüleimmel minden vasárnap, sőt néha még hétköznap is jártunk szentmisére Esztergom Kertváros Szent István Király templomában, amely templom életemnek egy nagyon fő helyszíne mind a mai napig, hiszen még most is, vasárnapra itt teljesítem minisztráns szolgálatomat. Kiskoromban nagyon vonzott az a szolgálat, amit láttam, hogy az oltár körül teljesítenek a fiatalok, ezért még első áldozásom előtt, 7 évesen, másodikos koromban jelentkeztem a plébánosnál, hogy szeretnék minisztrálni, és ő nagy örömmel fogadta ezt, majd karácsony másnapján, december 26-án, kiskarácsony napján, életem először minisztráltam. Emlékszem rá, hogy a sekhessésénél feladta rám a piros kis szoknyát és a fehér kis karinget. És a csetletten botottam az oltár mellett. A nagyobb minisztránsok mátyolgattak, segítettek, terelgettek, mint jó pásztorok az elesett báránykát. Majd nőttem, és egyre több feladatot kaptam az oltár körül. Először csak a persélyezés, majd a béke jelének a hívőköz való elvitele, utána a borvizezés, a tálcázás, a tömbminező használatát, és elsajtottam, és a szentmisén ezekkel a feladatokkal is szolgálhattam az urat. Sőt, voltak olyan szentmisék, ahol püspök atya is jelen volt, nagyon gyakran a pásztorbotot és a püspök süveget is kezelhettem. Ezek nagyon nagy megtiszteltetések voltak az én számomra is. Nagyon szeretem ezt a szolgálatot végezni, mind a mai napig. Arra bátorítalak benneteket és fiatalokat, hogy gyertek, szolgáljunk együtt az oltár körül. Ti lányok pedig gyertek, és énekeljetek az Úr előtt. Isten áldjon titeket!